Két törpenyulat talált egy kutya sétáltató egy lezárt dobozban vasárnap este a keleti város részben. A felelőtlen gazda minden bizonyal így akart megszabadulni az állatoktól. A megunt házi kedvenceket kidobni Magyarországon bűncselekmény, amelyért letöltendő börtönbüntetés is kiszabható. Mint a Skanec megtudtuk, a sétáltatott ebb hevesen piszkált egy dobozt, először ezt tűnt fel a gazdának. Majd mikor kinyitották az ázott kartont, két kis nyulat találtak benne, az állatokat hétfő délelőtt vitték be a helyi menhelyre. A televezető hozzátette, ritkán, de előfordul ilyen kirívó eset, hogy az egykori tulajdonosok tulajdonképpen halára ítélik a házi kedvenceket. Az, hogy ilyen egyéb állatot találnak, az relatíve ritka, évente egy-egy előfordul, Általában inkább kutyákat vagy macskákat találnak, és azok kerülnek be hozzánk. Én azt mondom, hogy ha valaki ilyen talál, akkor lépjen kapcsolatba a helyi menhelyjel, szervezettel, és próbáljanak közösen valami megoldást keresni. A nyuszikat a menhely állatorvosa megvizsgálta, a baktapsi fülesek egy év alattiak és barátságos, készhez szokott jószágok. Mint a legtöbb hobbi állati, a nyulaktartása is nagy felelősséggel jár. Akár tíz évig is élhetnek, ez alatt sokan nem tudják kezelni az időközben adódó nehézségeket. Alapjájú koprofág állat, tehát bizonyos mértékben szikletevő. E, ugyanakkor a vizeltérdégi jellegzetes szaga van, tehát célszerű sűrűbben takarítani, mert lakásban azért kellemetlen szagot tud biztosítani. E, hát ugyanúgy, mint a többi hobbi állatnak, az is igényli a foglalkozást, vagy a vele való törődést. Hogyha az ember foglalkozik vele, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy tényleg egy kedves állat tud belőle kialakulni. Viszont ha, ha elvadul, vagy nem foglalkoznak vele, akkor kellemetlen karmulásokat, sérüléseket tud okozni. A szakemberek rendszeresen óvaintenek az élő állat ajándékozásától. A jelenlegi példa szerint azonban ez is egy olyan ügy, amire nem lehet elégszer felhívni a társadalom figyelmét.